Teljesen megtöltötte a teherautó platóját az a bontott faanyag, amit tűzifának ajánlott fel a szekszárdi Összefogás a városunkért civil szervezet alelnöke egy rászoruló családnak. Az adományt átvevő Keresztes Attiláné 4 gyereket nevel a párjával. Azt mondja, ez nagy segítség nekik, mert még mindig fűtenek esténként. Az Összefogás a városunkért nevű civil szervezetnek és a szekszárdi városvédőknek köszönhetően a család nem csak tűzifát, hanem a gyerekek digitális oktatását segítő elektronikai eszközöket is kapott. Kapunk egy DVD lejátszót, ami nagyon szuper, mert tudunk nézni meséket, mert nekünk DVD lejátszónk van, az a nagyon régi fajta, azokat már nyúlik a szallag, már nagyon megnéztük őket, meg kap a kislányom egy tabletet, ami nagyon nagy segítség, mivel az én egy telefonomon a tanulás lehetősége sajnos nem nagyon lehet. Keresztes Attiláné azt mondja, ő is szeretné visszaadni azt a sok jót, amit másoktól kapott. Ezért a szekszárdi gyermeklánc óvoda dolgozói által megvart mosható maszkokat szétosztja a környékükön élő idős vagy éppen rászoruló embereknek, máskor pedig a maga által főzött vacsorából visz nekik. A szekszárdi családnak a két szervezet korábban már adományozott élelmiszert és játékokat. Akkor derült ki, hogy nincs mivel fűteniük, és számítógép híján az első osztályos gyermekük nem tud részt venni a digitális oktatásban. Ezért döntöttek úgy az adakozók, hogy a hiányzó eszközöket is beszerzik a családnak. Vízi Hajnalka azt mondja, nagyon szeret másoknak segíteni, noha ő is egyedül neveli a gyermekeit. Nagyon jó. Tehát a legjobb. Én mindig is jobban szerettem adni, mint kapni. Ezt szeretném, hogy a családomban a gyerekek is megérezzék, hogy mennyire jó adni. Az Összefogás a városunkért csoport az egyik közösségi oldalon jött létre, eredetileg a kórházi dolgozók és buszsofőrök megsegítésére. Az Összefogás városunkért civil szervezet és a szekszárdi városvédők rendszeresen segítenek rászorulóknak, és támogatják az egészségügyi dolgozókat, valamint a közfeladatot ellátókat. A városvédők több századag pörköltet főztek már, amiből a mentősökön és a buszsofőrökön kívül a családok átmeneti otthonába is jutott. A jótékonysági akciójukhoz ugyanis a taxisok is csatlakoztak. A civilek és a városvédők játékokkal, írószerekkel, melegétel, konzervekkel támogatták a Hétszínvilág otthonában élő gyermekeket is. Úgy kinőtte magát, hogy elkezdtük keresni azokat is, akik most inkább kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mert mondjuk elvesztették a munkahelyüket, több gyermeket nevelnek, és jöttek kérések is, és akkor így próbáljuk összekötni a felajánlásokat a kérésekkel. Az Összefogás a városunkért civil szervezet és a szekszárdi városvédők Facebook csoportjai összesen több mint 3500 taggal rendelkeznek. A két szervezet több mint 1,5 millió forint értékű adományt adott már át rászorulóknak. Egy másik, szintén a közösségi oldalon létrejött csoporthoz is néhány nap alatt több ezren csatlakoztak. Ők is azért jöttek létre, hogy másokon segítsenek. Általában hétvégére hirdetnek meg adománygyűjtést az egyik helyi cukrászdába. Az egyik ilyen alkalmon mi is ott jártunk, rengetegen érkeztek. Volt, aki játékokat, más élelmiszert vagy éppen védőfelszerelést hozott, amiket Nagy Anita, a Karöltve Szekszárdi csoport ötletgazdája vett át. Ezek az adományok az egyszülős családokhoz kerülnek majd. Az eredetileg mentősök segítésére létrejött csoport ma már közel 4000 taggal rendelkezik, és nehéz életkörülmények között élő gyerekeknek, valamint szüleiknek is segítenek. Több teherautót megtöltött már az a rengeteg adomány, amit összegyűjtöttek. Hol élelemmel, hol bútorokkal, hol mosógéppel, vagy éppen laptoppal teszik könnyebbé a mindennapokat. Akkor jött ki, hogy hát esetleg szükség lenne a mosószárítógépre, mosogatógépre, ugye fontos volt a fertőtlenítés miatt. És hát rögtön jelentkezett például Radnóti Gábor, aki mondta, hogy péntekre rendelt magának, a családnak egy mosógépet, szárítógépet, és hogy ő akkor ezt nem is viszi haza, nem felajánlja. Az emberek csatlakozni szerettek volna ehhez a pozitív gond, a segítőkészségükkel, tehát hogy valamit tegyenek. És ez egy ilyen nagyon-nagyon, most is lép a bőrös vagyok, jó érzés volt ebben részt venni, és igazából mi lecsatornáztuk, tehát a kérést és az adományokat közvetítettük, szépen kértünk, nem követeltünk senkihez, nem mentünk oda, az emberek maguktól jöttek. Úgy tudjuk, folyamatosan gyűjtik az adományokat a különböző csoportok Szekszárdon. A civil kezdeményezések mögé több ezren álltak.